30 éves a Kess Járiskola. A fiatalon elhunyt autóversenyzőről elnevezett intézményben ünnepi megemlékezést tartottak. Majdnem 1 milliárdot költött az önkormányzat fejlesztésekre az 5-ös választókerületben. A körzet képviselőjét, a BFS Molnár Gábort várjuk a stúdióba. És roma nyárköszöntő programot tartottak, kézműveskedés, hangszerbemutató, valamint magyar, cigány és világzenei előadások várták az érdeklődőket. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Jó estét kívánok! 30 éves a Kess Jár Csaba általános iskola. Négyes számú gyakorló általános iskola néven indult az intézmény. 1992-ben vette fel a fiatalon elhunyt autóversenyző nevét. Érdekesség, hogy ugyanabban az évben befejeződött az épület tetőtéri beépítése, ami lehetővé tette az önkormányzat felkérésére egy középiskolai osztály elindítását is. De a 2000-2001-es tanévtől már nem indult újabb osztály, vagyis szép lassan kimenő rendszerben megszűnt a gimnáziumi képzés, újra csak általános iskola maradt. Az iskola kultúrájában aztán nagy változást hozott a 2010-ben elindított 7 szokás életvezetési program, ami a mai napig is meghatározója a mindennapokban a sulinak. Aki ellátogatott a Kess Jár Csaba általános iskola egykori diákjai, tanárai közül az intézmény 30 éves szülinapi bulijára, egy kicsit úgy érezhette magát, mintha egy időkapszulába került volna. Régi képek, az úttörő mozgalom mára már ismeretlen erekjéi, és sok-sok emlék fogadta őket, ahogy beléptek az egykori Alma Mater folyosójára. Teremben aztán élő előadások kíséretében is megtörtént az a sajátos időutazás, amely kicsit nosztalgikusan, szeretetteljesen és persze sok-sok humorral repítette vissza a látogatót a régmúltba. Az indulást nagyon büszkén, nagyon fiatalon éltem meg, és nagyon lelkesen, és most pedig örülök neki, hogy ilyen hosszan már itt van ez a 30 év, és annyi minden történt az iskola életében. Olyan csodálatosan szép eredményeket értek el a diákjaink és a kollégáim, hogy büszke vagyok rájuk, szívesen jövök vissza még mindig. Mindez talán annak is köszönhető, hogy a Kess Járban szinte a kezdetektől fontos volt az, hogy egy családias közösség alakuljon ki, amely harmonikus munkát biztosít a tanárok és a gyerekek számára is. Ennek a közösségnek a felépítését Simon Mária kezdte el, és Tóth Krisztina folytatta a staféta átvétele után. Régen terveztem már, hogy egyszer, ha nyugdíjba megyek, akkor kiveszi át a stafétabotot. És olyan lelkes és olyan fantasztikusan jó kollégáim voltak, hogy eldöntöttem, hogy nem idegen ember kell, hogy ide kerüljön, hanem belső ember, aki ismeri az iskola életét, ismeri a történetét, minden tud az iskoláról, a gyerekekről, a diákokról, tudja a gondolatainkat, és végigviszi azokat az elért eredményeket, amit mi ugye megkezdtünk, és folytatja tovább. És igyekeztem, hogy az a valaki, Tóth Krisztina személyében, ugye, mindent megcsináljon, megtanuljon, amit én szerettem volna. Vezetőképzőbe küldtem, továbbképzésre küldtem, és már előre szóltam neki, hogy gondolkodj rajta, hogy szeretnél-e a nyomdokaimba lépni, szeretnél-e vezető lenni. Én azt hiszem, hogy ezt sikerült megélni, a kollégák is egyhangulag választották meg, és én úgy érzem, hogy Krista személyében egy méltó utódot kapott a Kess Jár iskola, viszi a szellemiséget, amit megkezdtünk, és nagyon sok új, innovatív gondolata van, úgyhogy büszke vagyok rá. Én is büszke vagyok, én mindig mondom, hogy csak rá kellett állnom arra a sínre, amit ő kialakított, innen csak nyugdíjba mennek el a kollégák, ez ma nagyon-nagyon ritka kincs.
Nagyon sokan várnak arra kollégaként is, hogy bekerüljenek ide. Nagyon büszkék vagyunk arra is, nem tudok jobb szót mondani, hogy aki bekerül, az felveszi a klímát. Nem változtatni akar, és nem óriásiakat alakítani rajtunk, hanem aklimatizálódik. És így viszi tovább azt a gyönyörű folytonosságot, amitől ezek a gyerekek mások, mint a többi mai kamasz. A Kessyár Csaba Általános Iskola 30 évvel ezelőtt a rendszerváltással szinte egy időben nyitotta meg a kapuit Simon Mária igazgatása alatt. Rövid ideig gimnázium is működött az intézményben, 7 évfolyam végezte egykor itt a középiskolai tanulmányait. Ma már csak általános iskolai képzés folyik benne. A 30 éves évforduló az megünneplendő, akkor is, hogyha egy iskola nem büszke magára, de mi nagyon büszkék vagyunk. Azt szeretnénk ünnepelni, hogy itt alapvetően nem változott semmi, és ez erre kimondottan értékként tekintünk. Az iskola megőrizte az autonómiáját annak ellenére, hogy itt fenntartóváltások és világváltások zajlottak körülöttünk. Belülről vezérelt értékekkel akarjuk ezeket a gyerekeket úgy felkészíteni az életre, hogy önazonos és a többiekért tenni képes emberek legyenek, ne sodorják őket szét az irálódó keretek. Hogy tenniképes csapat dolgozik az iskolában, legyen az felnőtt vagy gyerek, azt jól mutatta az a könnyed és játékos műsor, amellyel felidézték az elmúlt 30 év egy-egy pillanatát, jellemző sajátosságát. Az első kérdés... Egy pillanat, Missi Báci! Kereszek tollat! Jó nagy tolltartód van. Megtalálom a tollamat! Ez itt van, tudod, nincs dobom. Ne dob, mert a végén még megsérül valaki. Megtaláltam. Nagyon ügyes vagy. Tehát, az első kérdés. Ki volt... Pici bácsi, föl kell írni a neve? Igen, föl kéne. Hova írjuk a neve? A lapra. Tollal vagy ceruzával? Tollal. Aláhúzzuk a címet? Alá kéne. Pici bácsi, ki volt ott a tollam? Dobom. Dobom. Köszönöm. A legcsaládiasabb iskola a Kessyár, ugyanakkor a sport oldalról meg szintén nagyon erős ez az iskola. Úgyhogy, hát, mint az összes többi iskolánál korábban, mint fenntartónak azt a felelősséget jelenti, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák az ítélőknek. Miután már nem vagyunk fenntartók, ezt most már más trükkökkel próbáljuk megoldani. Természetesen nem engedtük el az iskoláink kezét, barátként is, és mint volt fenntartóként is, és mint önkormányzatként is kötelezettségünk az, hogy azokat a programokat finanszírozzuk, amit az állam nem tesz meg, azért, hogy semmilyen változást ne érezzenek az idejáró gyerekek, illetve a szüleik. Hát nekem egyébként mást is jelent, mert a nagyfiam, aki most már 35 éves, ide kezdett el iskolába járni, 3 vagy 4 évet töltött itt el, utána költözés miatt máshová került, de amit ő az iskoláról pont ma reggel írt nekem, mert mondtam, hogy na 30 éves az iskolád, oda megyek este, mert valamilyen programot egyeztettünk, és azt írta, hogy tulajdonképpen ő egy állandóan betegeskedő kisrác volt, és ez az iskola a sporttal, mert sporttagozatra jelentkezett. Ezt javasolták egyébként nekünk, olyan mintát, olyan lehetőséget nyújtott, hogy egy stram, egészséges rász lett belőle, és megtanult, hogy a lelke és az egészsége számára is a legfontosabb a testmozgás. Persze ez az iskola másból is nagyon sok tekintetben kiemelkedik, tanulmányi eredményekben, de ha van valami, amit ki lehet emelni, akkor az a 7 szokás. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az iskola rendszerrel, és nem a mi iskoláinkkal. Az iskola rendszerrel Magyarországon az a legnagyobb probléma, hogy felesleges lexikális tudással tömik a gyerekek fejét, ahelyett, hogy kompetenciákat tanítanának, ahelyett, hogy az életre nevelnék őket. A 7 szokás programmal ez az iskola ezen szűk kereten belül talált egy olyan lehetőséget, amivel tényleg a gyerekeket felkészítik az életre, és én ezt nagyon pozitívnak tartom. A játék és az ünneplés mellett természetesen lehetőség nyílt arra is, hogy a Kessyár család képviseletében Kessyár Jánossal újabb 30 évre meghosszabbítsák az együttműködést, és az iskola továbbra is Kessyár Csaba nevét viselhesse. Az, hogy ilyen tisztelettel és szeretettel képviselik a Csaba emlékét, ez mindent megmond. Ez nagyon jó esik mindenkinek, ismerősöknek, családnak, mindenkinek. Látom azt, hogy óriási erőfeszítés van abban, hogy a gyerekeket ösztönözzék valamivel. Ami a Csabában egyedülálló volt, hogy ahogy ő építette a kis karrierjét, emellett párhuzamosan a tanulásra is odafigyelt, mert ő édesapám kérése volt ugyan, amikor elkezdte a sportot, hogy két dolgot kér. Egyrészt, amit csinál, azt teljes lelkiismerettel, a másik meg a tanulás ne hagyja el. Autóközlekedési technikumban érettségizett, majd a Bánki Donátban mérnöki diplomát szerzett, emellett versenyzett,
tehát ő igyekezett mindent megtenni azért, hogy amit megígért, az úgy legyen. A műsor végén természetesen lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre és persze a nosztalgiára is, felidézve a réges-régi iskolai sztorikat és az emlékezetes történeteket tanárokkal és diáktársakkal együtt. Folytatjuk a sorozatot, amiben képviselőket hívunk, hogy számoljanak be a választóknak, mit tettek az elmúlt 4,5 évben, hiszen hamarosan zárul ez az önkormányzati ciklus. Ma este Molnár Gábor van itt, jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm. Ön az 5-ös számú egyéni választókerületben nyert mandátumot, BFS képviselő, egyébként a BFL-nek az elnöke, tagja a pénzügyi ellenőrző bizottságnak, a közbeszerzési bizottságnak és a településfejlesztési bizottságnak is. Kezdjük akkor az elmúlt 4,5 év értékelésével, hogyan látja a város életében, mit hozott, vagy mit nem hozott a város életében ez a 4,5 év? Hát az utolsó választás nagyon jól sikerült a BFS szempontjából, hiszen a 10 egyéni körzetben 10 képviselőnk nyert, plusz a polgármesterünk, ugye, aki az egyesületünk tagja, ami egy borzasztó nagy öröm is, de egy borzasztó nagy felelősség. Nem lehet most mutogatni senkire, hogy azért, mert az ellenzék ezt akarta, azt akarta, amazt akarta. Úgyhogy amit jót csinálunk, azt mi csináljuk jól, de amit elrontunk, azt csak mi rontottuk el. Hát ezért az államra vagy a kormányra lehet mutogatni, ezt meg is teszik. Hát mert igen, az, lehet. A szolidaritási hozzájárulás az ennek a ciklusnak a kitalációja. Hát igen, az ennek a ciklusnak a kitalációja. Nem tudunk vele mit tenni, illetve minden lehetséges fórumon próbáljuk érvényesíteni az igazunkat, idáig kevés sikerrel. Viszont ennek az egyesületnek egy szerencséje van, hogy azok, akik az egyesület tagjai, illetve a képviselőink, hogy ugyan különböző foglalkozások, van tanár, van orvos, van jogász, van közgazdász, de egyfele gondolkodunk, és az egyfele gondolkodás ez, hogy a városban mit lehetne jobbítani, szépíteni. Sűrűn összejövünk, nagyon sokat beszélgetünk, vitatkozunk is, hisz azért vagyunk. A másik szerencsénk meg az, ami talán én nem akarok az ellenzékkel foglalkozni, mert nincs értelme, foglalkozzunk magunkkal, az az egy szerencsénk, hogy nekünk nincs pártutasítás. Tehát nem kötődünk szorosan egyik párthoz se, nekünk nem mondhatja senki, hogy már pedig itt ezt kéne csinálni, vagy azt kéne csinálni, tehát mint mondtam az előbb, ha jót csinálunk, magunknak csinálunk jót, ha rosszat, akkor meg magunknak. És mennyiben csináltak jót, hogy látja ezt a 4,5 évet? Hát ez nem volt egy egyszerű 4,5 év, de én úgy érzem, hogy a lehetőségekhez képest azért sikerült előrelépni. Mondhatnám azt, hogy akkor, amikor belefogtunk ebbe a ciklusba, az első feladatunk, illetve amit megbeszéltünk, az az volt, hogy a megtartott eredményeinket, vívmányainkat, gondolok itt a Clementis ösztöndíjra, hasonlókra, az iskolák színvonalára, ezt próbáljuk megtartani. Hát úgy érzem, ez sikerült, mert a Clementis ösztöndíj azóta is működik, sikeresen működik, ami nem elhanyagolható. Sikerült az óvodapedagógusok bérét is kiegészíteni. Tehát ezek a dolgok, a működési dolgok működnek. Egy baj van talán, amire, hát most megint országos politika, ugye, hogy az iskolák, általános iskolák állami fenntartásba kerültek, illetve a Klik kezébe. Ahhoz, hogy az a színvonal megmaradjon az iskoláinkban, ahhoz nagyon komoly pénzeket kell beletenni, nem csak abba, hogy működjenek a különböző szakkörök, működjenek azok a vívmányok, amit az iskolába sikerült sok éven keresztül bevezetni, a fényképész szakkörtől, a gombász szakkörig, a horgászoktól, most ezt nem akarom ragozni, természetesen ezt a Klik nem fedezi. Ami még nem lenne akkora baj, de az iskolának az állagát, a normális működéshez szükséges dolgokat sem, tehát oda is pótolni kell.
ami azért a költségvetésünket egy kicsit megviseli. Ezt a pénzt ezt lehetne másra is fordítani, de hát a mi gyerekeink járnak ide, úgyhogy valahogy ezt meg kell csinálni. Tehát ez nem kérdés. Előző műsorunkban ült itt Bakó Krisztina, szintén BFS képviselő, aki a Közoktatási Művelődési és Sportbizottság elnöke, és neki azzal példáloztam, hogy ez körülbelül olyasmi, mint amikor vesz valaki egy buszbérletet, de mellette még a buszjegyet is meg kell venni, hogy felszállhasson a buszra. Tehát ugye a várostól elvesznek 2,1 milliárd forintot évente, de még kell költeni az iskolánkra, és a város ezek után meg is teszi, hogy minden rendben legyen, holott nem feladata. Hát, mint mondtam, természetesen nem feladata, de mondom, a mi gyerekeink járnak ide, illetve ha nem mind budaörsi gyerek, akkor is gyerekek, tehát úgy érzem, hogy ez kötelességünk. Ez egy másodpercig nem volt kérdés, hogy ezt mi kipótoljuk, és ahol tudunk, ott lépjünk még előre is. És tudnak, van erre, mert sokat halljuk, sokat beszélünk arról, hogy gyakorlatilag a költségvetés az most már nagyon kiélezett, el kell dönteni, hogy vagy az ilyenekre fordítunk, Clementis ösztöndíjra, a pedagógusoknak fizetés kiegészítése, sportegyesületek támogatására, civil szervezetek támogatására, és akkor nem jut fejlesztésre, de akkor így nagyjából minden szinten lehet tartani, vagy még az se biztos, vagy azt mondjuk, hogy ezekről lemondunk, és akkor jut pénz fejlesztésre, de akkor sok mindentől meg kell válni, ami eddig teljesen természetes volt. Én úgy gondolom, illetve annak a híve vagyok, hogy egy város attól város, hogy működjön. Természetesen nagyon fontos, hogy ne legyen kátyús az út, legyen normális vízelvezetés, de én ezeket a feladatokat, tehát úgy a civil szervezetek támogatását, úgy az egészségügyet, úgy a sportot nagyon fontosnak tartom, mert a jó közérzethez ez legalább annyira hozzátartozik, mint hogyha 5 új utat építenénk. Meg kell, hogy mondjam őszintén, azért utat is sikerült építeni, most rátérve a választókörzetemre. Meg is mutatjuk közben térképen az 5-ös számú választókerületben nyert mandátumot. Igen, ez az autópálya, Budapesti út, Szabadság út a két széle, illetve a Károly Király út és a Budafoki út közötti terület. Utakról beszéltünk, ebben a ciklusban 3 utcát sikerült rekonstruálni. Úgy hallom, hogy az ott lakók, illetve a város megelégedésére először a Török-Bálinti utat, ahol a Békész projekt keretében új csatorna is került, durván a csatorna, illetve az út felújítással együtt durván 100 millió forint. A következő évben... Bocsánat, ennek a csatorna felújítás részét a Békész projekt, tehát az Európai Unió finanszírozta, az utat meg az önkormányzat? Igen, igen. Utána a Stefánia utat sikerült, az is az elején ilyen nem lakik ott sok lakó, de őket nagyon zavarhatta. Volt egy 80-100 méteres rész, ahol ez a régi macskakő volt, és hát viszonylag kis forgalmú, de ott ezerrel mentek el az autók, úgyhogy pihenni nem lehetett, de ennél a Stefánia útnál az volt a fontosabb, hogy a kereskedők útjára sikerült kinyitni az utat, mert ott le volt zárva, így valamelyes tehermentesült a Török-Bálinti út, illetve most nemrég fejeződött be a Hársfa utca felújítása, ami egy viszonylag rövid út, viszont nagyon nagy forgalmú, mert az egyes számú iskolába, illetve az Uszoda sportcsarnokba a közlekedésnek a jó része ott zajlik. Már nem ön az első képviselő, akit hívunk, hogy beszéljen az elmúlt 4,5 évről, és mindenki a BFS képviselő közül kiemeli, hogy ugye az ő választókerületében milyen utcák újultak meg. Én azon gondolkodtam, hogy akkor el lehetne nevezni ezt a 4,5 évet az útfelújítások 4,5 évének, mert hogy ezen volt a fő hangsúly, nem? Megmondom őszintén, főszerkesztőr ezt tudja, illetve erről beszéltünk is, hogy nagyon sok helyen ebben mérik, aszfaltban mérik a sikerességet, de én úgy érzem, hogy ez közel sincs így, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a választókörzetemben ebben a ciklusban felépült egy nagyon modern nyugdíjas klub. A posztártot renováltuk, felújítottuk, a Zicsi Major, tehát a kulturális része is nagyon pörög, és a posztár tele van élettel, illetve a posta aljába, a baptér, ahol művészeti képzést folytat az IJ-es gimnázium. Tehát ezek mind olyan
fontos dolgok, a Jókai Művelődési Háznak a parkolóját, akadálymentesítését, mosdóját sikerült behozni, könyvtárnak az elektromos berendezéseit, az ifjúsági klub, a szellőzés, ablakcsere, tehát millió olyan dolog, ami szerintem legalább olyan fontos, hisz ezeket az intézményeket, illetve szórakozó helyeket az emberek használják, azért nem mindegy, hogy az milyen állapotban van. Tehát nekem nem mondom, hogy marginális kérdés az útfelújítás, de a többi legalább annyira fontos. Vagy ott van Uszoda sportcsarnok, arra is ebben a ciklusban sikerült újkorszerű világítást beszerelni. Csináltak egy olyan szaunát, ahol elfér 26 ember, és két hetenként, lehet, hogy hetenként kéne, vannak ezek a szaunaszeánszok, ami annyira népszerű, hogy előre kell telefonon bejelentkezni, és ott várólista van, mint az egészségügyben, hogy itt profánul fogalmazzak. A strandnak az udvarán, illetve a sportpályáknál az úgynevezett felnőtt játszótér, amit nagyon sokan használnak, ezek legalább annyira fontosak, mint hogy sikerült egy járdát felújítani, vagy sikerült két zebrát felfesteni, nyilván az is fontos. Ha ezt említett, ugye a felnőtt játszótér is részben TAO támogatásból valósult meg, és most napirenden van a kültéri homokos pálya felújítása, a sportcsarnokban az öltözők felújítása, illetve magának a sportcsarnoknak a padlózatának a felújítása. Nem akarom ezt a vitát előrehozni, hogy ezt azért kell, mert nem volt rendes a karbantartás, megtudtuk, aki eddig nekünk válaszolt, mindenki azt mondja, hogy rengeteget költöttek karbantartásra, sajnos nagyjából egy évtized alatt ennyire elhasználó a sportcsarnok. A fő kérdés itt az, hogy mi lenne, ha nem lenne TAO támogatás, akkor a városnak lenne pénze ezt megcsinálni, vagy akkor is költene rá, csak akkor esetleg mondjuk kettővel kevesebb utcát újítanának fel? Én nem tudom. Nyilván ez is köztünk lévő megbeszélés kérdése, hogy mi a fontos. Nekem a sport nagyon fontos. Nagy valószínűség szerint egy évben ennyi pénzt nem lehetne rákölteni, hanem azt, amit egy év vagy két év alatt meg lehetne csinálni, az elhúzódna 3 évre vagy 4 évre. Valóban 10 éves az uszoda, nagyon sokan használják, nagyon népszerű, úgyhogy mindenképpen ezeket a felújításokat meg kell tenni. Egyetlen egy nagy baj van, hogy kinőtte a város. De hát ezt kigondolta volna az elején, öltöző problémák vannak, tehát van ott millió olyan dolog, amit rendbe kéne tenni. Nekem szívem vágya, és ez gazdaságilag is egy jó dolog lenne. Csak hát ez is pénzkérdés. Durván egy ilyen 80-100 millió. A strandon a 33 1/3-os nyáron használatos medencét egy ilyen mobil szerkezettel befedni, hogy télen is lehessen használni, és sokkal több úszópálya lenne, mert ott azért lehetne úszni. A vendégek jobban elférnének, illetve gazdaságilag azért lenne ez előnyös, mert hát, mint hallom, Budapesten egy sávot egy órára 14-15 ezer forintért adják ki, és nincs annyi sáv, hogy ne kelne el. Csak hát ez is olyan, hogy mi a fontos, vagy mennyire fontos. Hát ha az égiek úgy hozzák, és tudok képviselő maradni, akkor az egyik célom az lesz, hogy ezt sikerüljön helyrehozni. Összességében a beszélgetés lezárva, hogy látja az elmúlt 4,5 évet? Mi volt talán a legnagyobb eredmény, és mi volt talán a legnagyobb kudarc? Hát kudarcnak azt nem nevezném, nekem a választások előtt az volt a fixe ideám, hogy a óváros, illetve ennek a körzetnek elinduljon a rehabilitációja. De hát ez sokkal nagyobb falat, tehát ez nem egy, nem két ciklus, nem három ciklusra való dolog. Ez azt jelenteni, hogy a magánházak tulajdonosai kapnának az önkormányzattól pénzt, hogy hát legalább a homlokzatot rakják rendbe? Ez lenne a minimál program. Sajnos most azt lehet látni, hogy a családi házas övezetbe
idősek laknak, esetleg elhaltak, nincs örökös, vagy ha örökös van, eladja, és a családi ház helyére egy négy lakásos vagy két-két lakásos társasház épül, ami tulajdonképpen öröm is, meg bosszúság is, természetesen a város ettől fejlődik, de hát ugye nincs parkolóhely, mert most már egy családnál két-három autó az Budaörsön természetes dolog, akkor óvoda, iskola, STB, STB, hadd ne soroljam, tehát ezek görgetik maguk előtt ezt a problémát. Mondom, ezt most nem egészen kudarcnak éltem meg, de ebbe előrelépés nem történt. Direkt nem mondtam itt számokat, de azért egyet el szeretnék mondani. Itt a 4,5 év alatt a körzetre, ugye az intézményekre, illetve az utcákra 930 millió forintot költött az önkormányzat. Az ön választókerületében? Igen, a 4,5 év alatt, ami azért nem olyan kis pénz, lehetett volna 2 milliárdot is, én nem mondom, csak ezen kívül még van 9 választókörzet, tehát az ember természetesen a saját választókörzetét helyezi előtérbe, illetve azért próbál harcolni, de akkor, amikor minket megválasztottak képviselőnek, engem, ha a 2. körzetből, vagy a 4-esből, vagy akárhonnan keresnek, én ugyanúgy segítek, ha tudok, segítek, vagy ha én nem, akkor a adott képviselőt átirányítom, de ez a ritkább. Uh-huh. Tehát ez ember ezért van, ezt vállalta. Képviselő úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Roma nyárköszöntő mulatságot tartottak a budaörsi tanodában. Kézműveskedés, hangszerbemutató, ételkóstoló, valamint magyar, cigány és világzenei előadások várták az érdeklődőket. A budaörsön már jól ismert Romano Glasso mellett a Fricska Együttes, a Karaván Família, Mata András és Farkas Zsolt zenélt. A rendezvény célja az önfeledt szórakoztatás mellett a cigány kultúra megismertetése is volt. Herdelezi egyébként a neve a hagyományosan május 6-ára eső Roma nyárváró ünnepségnek, amit vallási hovatartozástól függetlenül minden cigány közösség megtart a Balkánon, és az utóbbi évtizedekben már a világ más részein is. Sokszínű zenei kínálat, játék és felhőtlen szórakozás várta azokat a gyerekeket és felnőtteket, akik ellátogattak a budaörsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett nyárköszöntő programra. Elsőként a Fricska Együttes lépett fel a budaörsi tanoda udvarán rögtönzött jelképes színpadon, ízelítőt adva a magyar népzene legjavából. A nagybőgősünk, Kalász Tamásnak a felesége, Kalász Borbála itt dolgozik a tanodában, úgyhogy ez a kapcsolat. Illetve hát nekik már úgy láttam, hogy régebbi kapcsolatuk is van, tehát többször muzsikáltak együtt itteni tagokkal, tehát az ő részükre ez messzebbre nyúlik vissza ez a kapcsolat. Mi a nagybőgősünk révén kerültünk így ide. Mint zenész egyébként mennyire tartott fontosnak azt, hogy a különböző kultúrák egyszerre jelenjenek meg egy ilyen programon? A zene pont az, ami össze tudja hozni az embereket. Az, ami muzsika, az, amit mi is játszunk, az eredendően van a paraszti kultúrákban, ugye Kárpát-medencében cigányok szolgáltatták ugye mindenhol. Külön játszottak a magyaroknak, esetleg a románoknak, a cigány közösségeknek, de ugyanaz a banda szolgáltatta ezeket. Úgyhogy ez már eleve egy ilyen összekötő kapocs. Úgyhogy mindig, tehát a varázsszó az, hogy zene. Zene azt tényleg össze tudja hozni az embereket. Alapvető cél itt is a közösségteremtés, és persze a könnyed kikapcsolódás lehetőségének a megteremtése volt a szervezők részéről. Ez egy Roma nyárköszöntő program. Igazából azért szerveztük, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hogy együtt lezárjuk ezt, ugye, nem is az évet, ugye a sulinak az évét. Lezárjuk, és jól érezzük magunkat. Rengeteg
gyerekprogrammal készültünk, kézműves foglalkozás, hangszerbemutató, vetélkedő, és zenekarokat hívtunk még meg. Mennyire fontos az, hogy mindenféle kultúrából, mindenféle népzene megmutatkozzon itt ezen a rendezvényen? Szerintem nagyon fontos, mert nagyon sokszínűek és sokrétegűek vagyunk, és ezért próbáltuk a műsort is így összeállítani. Míg a Fricska a magyar népzene legjobbából adott ízelítőt, addig a Camorú az autentikus roma muzsika egy-két jellegzetes darabját játszotta le a közönségnek. Mi rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a budaörsi tanodában a zene, a népzene, a művészetek megjelenjenek, hiszen ezen keresztül elképesztő hatást tudunk elérni a gyerekeknél, a gyerekek előre menetelében, mert ez hatással van a gondolkodásukra, az érzelmi állapotukra és minden másra, tehát a tanulásra is. Úgyhogy mi előszeretettel használjuk itt a budaörsi népzene tanodában, a budaörsi tanodában, de egyébként én jó magam vidéken, ahova járok tanítani, Nógrád megyébe, Borsod megyébe, Hajdú-Biharba is lehetne még sorolni, mindenhol a művészetekkel, a népzenével, a népzenén hatásával érünk el olyan eredményeket, amit egyébként más módszerrel nagyon-nagyon nehéz lenne, vagy egyáltalán nem lehetne elérni. Vannak olyan gyerekek is, akikről már most el lehet azt képzelni, vagy nagy eséllyel gondoljuk azt, hogy a később életükben profi zenészek lesznek. De egyébként, hogyha nem lesznek profi zenészek, az sem baj, hiszen a zene bármilyen szinten is művelik azt, az nagyon jó hatással van az érzelmi életükre, meg egyáltalán mindenfajta tevékenységre, ami az életben fontos. A zene mellett természetesen a gyerekeket játékos vetélkedő és kézműves foglalkozás is várta. Az udvaron a jó időnek köszönhetően például a nemeszkészítést próbálhatták ki. Az a néni megmutatta, hogy kell például ezt a golyót csinálni, hogy elsőnek fonalat kell így körbe tekerni, akármilyen szint lehet választani, és megmutatta, hogy ezt hogy kell gyúrni, és ezt addig kell gyúrni, amíg kemény legyen. Azután a másik néni a szétvágdossa, és ő tulipán formát csinál belőle, a pálcikát rádugja, és azután a pálcikát meg így zölddel így befodorja. Mit csinálsz ezzel a golyóval, mire fogod használni? Hát nem tudom, Valentin napra, anyák napjára. Jó, hogy virágot fogsz ebből is csinálni? Igen, mindenből virágot kell csinálni. Aki inkább a zenére és a táncra vágyott, annak sem kellett csalódnia, hiszen sorra váltották egymást a jobbnál jobb fellépők. Közülük kiemelkedett a Karaván Família műsora. Ők az autentikus romazenét ötvözték a jazz és a világzene elemeivel, rendkívül könnyed és professzionális előadásban. Nem sokára élő sportközvetítés lesz itt a Budaörsi Városi TV-ben. Ma este, tehát hétfőn este 19 óra 20 perctől láthatják az Aramis Debrecen férfi bajnoki futsal mérkőzést. Figyelmükbe ajánlom még, hogy Tudomány a kereszténységben címmel tart előadást dr. Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Budaörsi csoportja és a Budaörsi Polgári Kaszinó szervezésében kedden este 6 órakor a Posztárton. És a misztikus Egyiptomról is lesz előadást, azt G. Csilléri Klára történész, idegenvezető tartja a Városi Könyvtárban szerdán este 6:30-kor. A belépés ingyenes. Mutatjuk elérhetőségeinket, most el is mondom, telefonszámunk 611-522, e-mail címünk bvtv@bvtv.hu. Ha van észrevételük, javaslatuk, akkor hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk. Én mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Városi magazinnal legközelebb szerdán 18 órakor jelentkezünk itt a Budaörsi Városi Televízióban.